A hullámokat bordás medúzák lovagolják meg. Ők is rövid ideig virágzanak ebben az évszakos levesben. Az egyed számuk döbbenetesen magas lehet. A krill apró rákocskák hada. Tömegüket tekintve ők bolygónk leggyakoribb állatai. Egyetlen rajban 2 millió tonna gyűlhet össze belőlük. Ez pedig tekintélyes mennyiségű haleleség. Bolygónkon a legtöbb hal a mérsékelt öv sekély tengereiben él. Mélyebb telelő területeikről óriási rajokban vándorolnak ezekre a termékeny táplálkozó helyekre. És ezek azok a rajok, amelyek a világ tengeri emlőseinek zömét jól lakatják. A patagóniai oroszlánfókák kellően gyorsak és mozgékonyak ahhoz, hogy bármely nekik tetsző zsákmányt elejthessenek, és láthatóan szívesen is vadásznak. Delfinek gyakorta 200-as csapatokban takarítják be a termést. A halrajokat kisebb, könnyebben irányítható csapatokra szakítják szét, amiből aztán egyenként profitálhatnak. Nyár közepére a felszín közelében lévő tápanyagok felszívódnak. Az algák elpusztulnak, a tápláléklánc megszakad.